Meg most egy olyan karakter lesz, akit nem fogsz talán bealudni, mert nem tudom hova tenni. És itt van elrabló. Elrabol. Balesetek fognak történni. De milyen balesetek? What do you think, eh? It is genius, no? Mi ez? Pam Tomi, vagy mi a franc? Azt hittem már. Alapkinézetben én. It is the story of the age, success and failure. Men, women and me, I smash them together. Igen. Olyasmi. Hát und. Men and women. Frankie, who is this gorgeous man? I don't know. Who are you? I'm looking for someone called Rennie. Ta-da! Yeah, Spitz said you might want something. Something? Ah! Cocaine! Darling, I want cocaine! Mommy wants some snort and she wants it now! Yes, the cocaine man! Frankie! The cocaine man is here! Cocaine man! Most olyan állapotban vagyok, hogy ez most kevésbé tudok hozzászólni, mint a labból. Ez most én sem nagyon. Érdekes egy ember. Hogy nő vagy férfi. Oh, darling, I'm a little bit of everything. I'm universal. Hát ő kicsit minden. Testalkata inkább picit nőies. De van szakállat. De a hangja is nőies. De a feje meg a pötyös. De szerintem férfi. Hangja is nője. Koncsít a 2.0. És annak hosszabb volt a haja, meg nagyobb a fakála. Hogy néz ki az szerencsétlen Vic Vance? De jó stuntmenek leszünk. I guess. Kaszkadőr? Ja. Olyasmi. Magyar nah. Nyelv. Majd nem tud nem beszélni magyar, csak külföldi ül. Ez so szerintem azt jelenti. I need metaphor for the calamities of life, darling. Drive well and I'll find you more than you can use with more use. Mi az a helikopter? Remember, Angel? De szép. This commercial needs action, action, action. Ride zászlót várom már csak arra helikopterre. Ezt egy reklámfilmhez kell. Ennyi akciót egy reklámfilmhez, hogy kaszkadőr kelljen. Hú, ez drága költségvetésű reklámnak tűnik, bazd meg. Á, ki nem szólja le. De ott volt egy másik ugyanolyan, úgyhogy... Csak nem piros volt, hanem szürke. Rezeg a képernyő, ez megumoltattam. Na, mi kéne? Mi a faszom? Follow the route. Meg valami olyasmit is írt, hogy hit stunt cars. Tehát, hogy akkor még vannak ilyen kaszkadőr autók, amiknek ha, neki kell minden. Szerintem azokat jelzik. Oho. Bum! Azt a kurva! Baszki, ez tiszta a Saints Row 3-ban a Trailblazing, tudod, ott is ugyanezt kell csinálni, hogy csak ott kvaddal mentél, meg volt rajtad védőfelszerelés. Itt viszont egy kibaszott autóval mész. Ami ráadásul nem is olcsó. Úristen. Jézus fasza. Ott ugrott be ezt, hogy ott neki mentél valaminek, és így felrobbant a picsába minden. Ezek után nem akarom megkérdezni, hogy ez minek a reklámja. És hogy azok ráadásul emberek ülnek benne, tehát magyarán meghalnak. Az életüket adják ezért. Igen, ismerős, mint például egy Saints Row 3 DLC. Faster, more intense! A kurva isten. Szép volt. Jó van már. Van itt úgyis akciódúság. És ehhez a rendőrség vajon hozzájárult, hogy itt roppangassatok az utcán, osz a már Bin Laden szimulátorban. Hát és ez mi ez itt? Ez nem természetesen volt ide téve. Ó, ott de a... Ráadásul milyen szart keres az ott a... Ott a kamerás, a Bobcat-től. De a filmforgatásból Saints Row 3-ban azon éjtem ki legjobban, hogy mindig az volt, hogy le tudtad lőni a kamerás embereket is. Itt viszont szerintem nem lehet.
Ha már kamerá sem, de... Vajon el lehet-e ütni a kocsit, ami hátulján ül? De miért kell felrobbantani ezeket a szerencsétleneket? Ártatlan családapák. Vagy anyák. Mi az ott? A plakát. Fantasztíse, azt mondja. Fantasztikus. Dajcsul. Oh, mi az is? Bár. Eltűnt róla a piros márker. Meg nem robbant fel. Mi a? Ezt megáll, azt tovább meg. Hát látta, hogy neki akarsz menni. Ez tök jó küldetés. Ez tök jó küldetés. Tök érdekes. Hát kezdésnek legalább nem túl komplikált. Mondjuk úgy, hogy egyik GTA-ból sem láttam még ilyet, úgyhogy... Mi a fasz? Ne! Hú, ez de hülyén nézett ki. Ez minek a reklámja, könyörgöm? Nem tudom. Azért 80-as évek magyar reklámjaiban is voltak érdekességek, de ez nem tudom mi akar lenni. Á, ez ahhoz képest földi pokol. Ez egy kaszkó biztosításos reklám. Azért robbantgatod fel az autókat? Igen, az felrobbant a gecibe, akinek nincs kaszkója. Vagyis legalábbis pénz nélkül marad, mert ugye, hogyha nem kötsz kaszkót, akkor szará megy a kocsid, akkor nem fizetik ki. Hello. Volt egy ilyen régi reklám, hogy nem volt a Palinak kaszkó biztosítása, azt neki ment a kaszkósnak és szétesett a kocsija. Na meg ott vannak a Mendez brotherök. Azért valami T-Bone Mendez utalás lehetett volna velük kapcsolatban, kár hogy nyilván. Lehet egyszer az egyik olyanból lesz majd, mint a T-Bone Mendez benne. Lakosztály. De lakosztály. Lölö lakosztály. Na, akkor menjünk. Mennyi pénzem van? 11 ezer csak. Mennyibe is kerül a kis Willy? Kis Willy bá. 4 ezer, nem? Ha. De ezt meg kell venned minden alkalommal, ezt ja, a kis Willy? Ja, úgy vettem észre. Ó, de rossz. Na, payday? Ja, mert increase-elődött a money. Empire earnings. 4600. Jó sok pénzt, testvérem. Na, akkor el is költöm. 5000. Na, add ide. Add ide. Kis Willy. És még ki is rabollak. Hogy néz ez ki? Legalább gyorsabban odaérek le. Hogy a faszomba kell ezt irányítani? Ez a víz, ez elég érdekes. Meg van teniszpálya is. Bárcsak. Nyö-nyö-nyö. Ez az helikopter úgy néz ki, mint egy nagy légy. Aminek a fejezetein van a szárnya. Mendez, I see you, riff a motherfucker. LOL. Hát ez gyönyörű volt. Mekkora lapát kezei vannak szegény Viktornak? Ez milyen feje van ebbe a szerencsétlen mazba? A faszomat, ez is leesik. Oh yeah? Money can be so corrupting. Növesztene a csávó bajszot, meg felvenne egy fehér kalapot, meg összegombolná az lakóját, úgy nézne ki, mint Dörp Reynolds.
ebbe az öltönybe. I don't know. After what I've been through recently, I'd say probably not. Great! Honesty is a very attractive quality. Előléptet minket. So, thanks. What do you need me to do? Head to Vice Point. The people there have been ripping me off for years. Remove them and set up shop. We need a place we can distribute product from. Look, I ain't interested in that side of the business. Unfortunately, you don't have a choice. Hey, meg amúgy mindjárt jövök. Now, két perc. Vic, please, go. Az meg motoros vagy. Visszaértem. Oké. Okay. Mit most itt is kell csinálni? Nem fogok őket gyilkolni. És miért? Mert a Mendez bácsival kibasztak, ha minden igaz. Faszom, hogy majd még... NE! A KURV! És erre jövök vissza. De ez annyira utáltam minden tetves GTA-ba, hogy... Mi ez, hogy így oda megy, és akkor ráfó egy pizet, és akkor jaj, egyet tartóztatnak. Egyébként meg van, hogy lő is rád, de azt meg leszalja a karakterod. Egy pillanatot? Gyors szétver valamit, és visszajön. Ez meg itt tornázik. Na és akkor ennek örömére most beszélő show következik. Hogy vagytok, mint vagytok, akkor faszkodjunk. Bejátszom a kazakh himnuszt. Csak találjam meg, mielőtt visszaér. Ám még egy darabig nem fog, úgyhogy akkor hallgassunk egy kis kazakh himnuszt. Kazakh nép fehér gyermeke menni művelődni Amerika. Tökéletes. Na ezt már nevezem. Amerikás himnusz. Na ezt hallgassátok. Mit? Aki a Messzikazasztánból jött hozzá, hogy tiszteletünkre elénekelje a kazakh nép himnuszát. Hölgyeim és uraim, Horán Szakdiev. Várjunk, ez nem az. Borat letoltgatja. Egyik jobb, mint a másik. Na jó ez. A picsába. Itt vagy közben, Robi? Na, visszatértél? Mhm, csak hoztam magamnak egy látmányt, hogy ne boruljak ki, mert nem jó ez a nap. Na, turisták, kínai, kiszálljon. Mi történik, hogy ilyen szótlan? Látom ám, hogy visszatértél. Miért nem hallasz? Ami a fasz? Jaj, de jó, hogy pont így némítottam le magamat, hogy amikor azt hittem, hogy az előbb lenémítottam magam, közben meg most. Hát, de jó ez a nap eddig. Ugye? Ja, hát ha... Addig elvoltam, amíg oda voltam. Jó. Majd videóvágás közben észreveszed, hogy mit csináltam. Na, itt mondtam csak... Fogsz égni. Itt vagyok, csak elmentem magamnak egy kis ellátmányért, mert ne boruljak ki, mert... Ma már minden bajom van.
Nem történt. Én meg így mondom, hogy hát... Kérdezek a Bensik. Ja. Ah, hülye anyámatom, úgyhogy elvezetgetek oda a lófaszát, betöltem a játékot, tehát a fasz legyen a faszom, kurva, Danon, na nézzük, finom vagy-e? Danon joghurtot zabáltad, de jó. Ivó joghurtot ráadásul, meg kibaszottul megtehetem. Jó van akkor. Na, betöltesz, vagy buszra válsz? Na, köszönöm, végre. Empire Earnings. Ennyi már egyenesen, Viktor. Az Isten megbasz. Veszünk megint Vilmost. De minek veszed meg megint a kis Vilit? Hát most végül is ugyanúgy egyszer vettem csak meg, mert betöltöttem a mentést. Hát jó, de egyszer már megvetted. Jó. Sőt, már kétszer is, mert egyszer először is, aztán szétcsesződött, most megvetted megint. Azért, mert illik a játék. De ezt miért kell minden alkalommal megvenni? Miért nem GTA Online, hogy megveszel valamit, és akkor azt egy utána rakosgatjuk? Majdnem beleszálltam a vízbe. Addig marháskodtál, hogy majdnem beszebaszottál a vízbe. Szépen betöltenek a dolgok. Ott látom magam előtt, hogy milyen loffoli minden. Hát még most, mert még nem értél oda. Menjél már gyorsabban, bazd meg, Biliba. Most nézd meg, tiszta depressziós, mert vége barátok köznek. Biliba. Nem csajozhat többet Biliba, mert vége barátok köznek. Azt nem halt meg a sorozatban, vagy meg? Amit tudom, én nem néztem, lehet már meghalt benne. Én nem tudom. Hát reméltek a valóságban még nem, de hát kibasztottul nem tudom már, hogy mivel a barátok közte. Utána a barátok közte, a paródiát szeretem csak. Hát én régen tudod mennyire képbe... Én régen annyira képbe voltam az egész sorozattal, hogy rendszeresen naponta láttam a részeket, amúgy nem lettem gazdagabb vele, szóval. Na, töltsél már, bazd meg. Azt csinálja. Türelmetlen vagyok. És hol van a kibaszott helikopterem? Hát eddig tartott. Na, ez 5000 dollár volt. Na, elbasztál 5000 dollárra semmire, gratulálok! Tessék, számoljuk át forintba, tökéletes példa, hogy hogyan gazdálkodjatok majd az életbe, emberek. Hát, vagy hogyha még nem tettétek, akkor így folytassátok. Akkor az 1.500.000 forint. Jól hangzik. Hát, hogyha kerekítünk, hogy a 300-al számolunk, de már a dollár is több, 340 vagy mit tudom én mennyi. Azt hiszem 350 körül van, az euró 340, ha jól emlékszik. Nem, az eurónak jobb az árfolyama sokkal, mint a dollárnak. Hát, faszom tudja. Úgy emlékszem, hogy dollár az 310, valahány az euró, az meg 350. Hát meg itt ilyen baseball ütővel. Nem mindjárt direktek. Megnézzük, hogy... Mindjárt megnézzük a valutákat, mint utána is keresek gyorsan. Na, itt meg itt addig szedjed le az embereket. Aha, de ez egy nagyon bátor volt az egyik ott gyakorlatilag, hogy így... Simperkedik a tetőn. Mint Bigfoot sniper. De hallod, meddig lő el? Mi a faszom ez? Bazd meg! Játék. Lelövöm a nőt. Ez meg hátba... Meg a csávó. Hozz, még jön a rendőrség is megint. Kurva anyad, itt a rendőrség. A rendőrség, meg a civilség. Mert hányan vagytok még? Szaporodok? Mi az Isten csinál az ott fenn a tetőn? Azt kérdezem. Azt megkérdezném. Kemper. Hát ezt a civileket méri be. Hát ez kurva jó. Kibaszott szahar. Új van, AK-val, jól van. Nincs az ember, szegény. Oh! Jól van, persze, igen. Én is így gondoltam aztán. Mindenki basztott. Na jó van velem, nem basztok ki a kurva Isten faszát. Mindig eljön ez a pillanat, hogy cheatelek. Ez nem változik most. Már cheatelt életszer a játékba. Azt hiszem. Ki kell keresnem, mert... Ja, meg ezekhez ilyen tök jó kombók vannak. De nem, az nem cheat volt. Hát ott megáldott Isten. Vagy ilyesmi, faszom tudja. Na, hol van? Cheat. Sunny weather. A faszom érezt adja be egyből, persze. Napos... Ilyen napos időjárástól kurva jó lesz. Hát a faszom ad ebbe. Baszod, attól minden jobb lesz, tehát az mindent megold.
persze, mindjárt olyan cheatet ad be, hogy mosolyogni fog tőle, nem? Az megold mindent. Vagy megölelem a rendőröket, vagy faszom tudja. Na nézzük. Van extra armor. Ho-ho, nézzük mit. Hogy köz extra armort előidézni. De nem fogjuk, mert szarrá fognak lőni amúgy közben, amúgy megjósolom előre. Kivéve, hogyha elmenekülünk valahova, ahol nem tudnak se lelőni, se elütni, se megverni, se kiszniperni. Ó, oh, nem is kell cheat! Az a hang! Azért HP kell lenni fog. Na, restore. Nem is kell cheat! Azt lelőbik rólad két másodpercet. Down, left, right, circle, circle, L1, R2. Azt a kurva, egy isten vagyok, elsőre megvan. De milyen lehet már ezeket Xboxon, vagy mit tudom én, milyen kontrollerre játszol, beírkálni, bevizélni? Hát szarabb, mint begépelni. Na mi van a rendőr cimborán, mi van, ha? Ez nem parkoló arrén a kurva. Ennyi már faszomba, ez az én utam. Na mi van te, ha? Na gyere, gyere alkáddal, tessék, itt az alkád, tessék, Need for Speed. Így fogsz, hogy azt mindjárt felrobban a kocsit. Azt a kurva. Viktor, takarodj el! Vigyázz! Vigyázz! Úristen! Vigyázz! Úristen! Baszd meg! Baszd meg, Matrix! Kikerüljük a golyókat! Mint Bartos, ott repül a golló! Igen, ez hadd meg csinálj háború már, mi itt megy, baszd meg! Aha, persze, ott a tetőről az ott meg lesz sznájpol mi. Nem, ja, nem kis pisztolya a sznájpol. Kis bilivel. Kurva anyád. A persze, itt a fal. Ne lőjél már inkább tízét, főzzél magának egy kávét, hogy a faszom tudja, csak ne itt lábatlankodjál. Cappuccinót, mi? Faszom tudja, hogy igyon valami sokat, hogy leálljon a szükevőről. Lefényképezed őket. Na végre, hogy megpusztultak. Igen, jössz, igen, AK-val jössz, jó, én meg lefényképezed. Na jó van, én mentem innen. Ez mi a faszom, persze? Ja, hogy most menekültök, úgy van, kurva anyám, menjetek el. Úristen, de ki vagyok ma, Jézusom. Hát, hallom. Aha, és akkor el kell kapni. Zseniális. Ki akartam, hogy a kurva is erre meg pont elütötte őket. De ott vannak a motorok. Már csak egy van. Ne autókat lőjed. Hát de nem intettek rá, hogy ezt célozza be. Úgy ezek meg menekülnek a kurva anyátokat. Én most mondtam, hogy a motorokké kéne menni, hogy egy motort el kéne vinni, bástya. A rendőrség segít neked, ahogy látom. Az egy autónak jobban örülnék. Meg egy letartóztatás helyett egy kurva anyádnak. Azt a mi van itt? Ez tényleg harmadik világháború. Ezek már repülnek. Mi a faszom folyik itt? Emberek, mi a geci ez? Harmadik világháború. Bartos megjósolta. Megjósolta. Mondjuk hát 80-as években még Bartos fiatalabb volt. Oh, miért repült? Na még egy van, azt kész. Pusztuljatok. Oh, ne tűnkelj fel! Az mikor méredet akarják, baszki? Szasz! És kipogy a játék! Hú, bazd meg ezt... Nem fajon örülnénk. De majd lesz, na jó, már megint. Elég volt. Na most meg miért kurva anyámat? Ja nem, nem az enyémet. Viktor, ne játssz a szerencséddel, bemutat bazd meg a rendőrnek. Egy ilyen akció után. Na, gondoltam, hogy egyeskedezés. Boldog is vagyok ám. Hallható is a hangomon. De boldog vagyok. De jó, hogy nyitva van amúgy az ablak. De kicsit se voltam hangos.
Ha most nem, ha de. Na, ennyi. Vagy mi van? Hagyjuk is. Hol tudok menteni? Nem lehet előbb? Csak ott. Lensz házában miért nem tudom? Persze. Az én segítségem meg gazdagszik meg, és akkor még be sem mehetek a lakásába menteni. Hú, na, ez merész akció volt. Milyen mentésem mondja nekem God Protection? Ja tényleg, de hülye vagyok, nem is ezen vittem ki a játékot. Azért csodálkoztam, hogy izé, miért nem olyan mentés van ott a tetején, hogy a játék vége. Gyere ide barátom, gyere ide, hallod, gyere már ide. Szevasz testvérem, csak az időt akarom megkérdezni, na nem lehet bevinni. Simaszkal a fejeden így járkálsz. Fegyvert nem lehet bevinni, ha persze, nekem nem mondja meg senki, mit tegyek. Föl lehet erre szállni, engedjetek, föl lehet szállni. A kurva anyád. Nézd meg, hogy örülnek. Föl lehet szállni, kurva anyád. Viszont várja meg, persze begyalogolok ide, nem fog itt várni. Ott egy izé balta, vagy mi a franc az ott. Olyasmi. Ezek mit csinálnak? Újjongolnak. Ugye valami a seggét azért áll fel állandóan. Várom, hogy lehet tudom innen dobni. Ja, nem ezzel kell. Tovább folytatja. Ember! Mit tapizod őket? Mit csinálsz? Mi a fasz? Nem tudod szerintem ledobni. Mi a faszom történik? Boxolod a levegő. Nem bugos egy cseppet sem. Szerintem nem így kellett volna felszállnom. És most hogy jössz le? Így. Hogy mész le. És túlélte. Aha, de amúgy ennyi HP-ban nem bízok. És akkor fel lehet szállni. Megoldottam. Ennyi. 200 IQ. Hallod, töltsél már, bazd meg. És komolyan ez a játék, ez nem tudom, hogy ez ma van belassulva, vagy én vagyok türelmetlen. Nem, te nem vagy türelmes. Bártya. Ellopom, akarom mondani az ellenséges banda autóját. A kurva anyátokat akkor. Te persze, kedves Viktor Vance, köszönöm, hogy nyitott ablaknál nem tudod kinyitni az autót. Kurva okos vagy. Hol a faszomban van a diploma a lakásod faláról? Hol? Kedves Viktor Vance, te meg itt mit futsz, ha? Ne fussál már, bazd meg, nem üldözlek még? Még. Még. Hát nézzük, Lance mit akar, de ha valami köcsökséget, akkor ezért köszönöm, úgy átfogok rajta, hogy megfordult. Ürökre. Nem utána meg. Nem vagyok stresszes, de bassza meg azért a világ most. Utána meg. Igen. Anton, te kezdtél bele valamibe. Utána meg. Hát, azt mondom, utána meg, te kezdtél valamit így, ilyen mondatot, nem? Mit tudom én már? Jó van, hagyjuk a picsába. Visszapattansz a jelzőlámpáról. Még az, te így is a golyóálló mellényed megy le, ezt így utáltad egy játékba. Na, ja, tényleg fegyver volt, akkor már bemegyek a armorért. Emulation. Szia uram. Szia uram, AK-47-es érdekel.
De amúgy ez mi jó a faszom? Kályha csőből csináltak rakétavetőt, vagy mi? Kályha csőből. Mivel kell venni? Ja, ezzel. Én is most meg ki is rabolok, jó? Most nem. Pedig őt raboltad ki. Hát... hát börtönből szökött? Ja nem, ez egy öltöny. Hát na, 80-as évek. A legfőfíjasabb a rózsaszínű öltöny. És ami amúgy nem, de... Hát de. Nem. De ami volt shotgunom is, bazd meg, és nem azt használtam. Jézusom, bazd meg. Össze kell kapnom magam most. Hú. It's on. Mit csinál ez? Akármit is biztos valami értelmetlen, mert lensz. Don't you shush me. Keep your voice down. No. You can barely tie your own shoelaces. You telling me how to behave? Will you shut up, you stupid gorilla? The place is bugged. The DA is on to us. Az fasza. Aha. Nagyon jó. Kozé üvöltözik. Where you going, man? We're gonna have bugs in all our places. And by the time you find them all, we'll be halfway through a long jail term. What am I supposed to do? These bugs transmit long range. So knock out all the police. A kurva anyád, ez de szar küldetés. Nem, bazd meg, nem vagyok. Én lelkileg nem vagyok fölkészülve erre. Ez egy szar küldetés. Ez szörnyet, ezt annyiszor elbasztam. PSP emulátoron ugye az volt az áldás, hogy ott helybe tudtam menteni és betölteni küldetés közben is. A faszomat ebbe. Na most még ide is menjek be, lesz közben megy fel az evidence, úgyhogy ne ben... Hallod? Te akarod, hogy menjen te kurva autó, vagy nem tudom, engedjél be kurva fegyverból. Hát hallod, én megölöm magam mindjárt. Hát ez egy buzi. Viktor, toljad már rendesen! Sajbe és sajbe lori, na mindig. Hogy bugizott az. Bikkohún ez. Na, köszönöm, 8 lövésem van, persze. Hey, watch it. This town is full of bitches and... És ez miért is olyan nehéz küldetés? Hát... hogy is mondjam. Szóval az, hogy... ha emlékeim szerint 6 darabot kell kilőni, ha jól tudom, vagy lehet többet, és minden egyesnél egy csillaggal növekszik a körözés. Az tuki. Na, hova kell menni? Ez a legend is, azért mindig visszakapcsoljam a... kurva anya. Ugye target, de aranyos vagy te játék. Na, hogy kell zoomolni? Na, hova kell egyetem menni? Ja, oda. Oda. Oda, mester. Oda megyek, mester. Hú. Mamma mia. Pepperoni mozzarella. A csaj, akit kirángottál ebből az autóból, azt mondta, hogy no, that was my birthday present. Igen. Rohadjon is meg, akinek ilyen a születésnapi ajándék. Hát akkor elveszett tőle, ennyi, kész. Hogy futsz, Viktor? Mi van te? Azt a rendőrhelikopter fel ne tudom lopni. Hol az antenna? Szerintem menj a helikopterrel, egyszerű. Hát, hogyha lehet. Csak lehet. Hallod, befogad a pofát? De miért nem lövöd őket? A kurva! Mit török össze? Ja.